Az élet szent, szeresd a gyermeket. Válasz Európának. Beborult az ég felettünk. Merre tart az Európa? A megfogant gyermek sorsát egyedül a nőkre bízta. A püspök is gyermekből lesz, ő a jövő ígérete. Nemzetünknek s egyházunknak egyedüli reménysége. Hány nagy ember, hány tehetség, csirájába megöletik e szándékos önpusztítást előbb-utóbb számon kéri. Rendüljön meg ott a lelked, hogyha te e bűnt elkövetett. Hát, ha csak élet között egy püspököt gyilkoltál meg. Borzalmas még gondolatnak, hogyha Áron püspök anyja mai modern nő lett volna, akinek az erkölcs nulla. Márton Áron püspök nélkül az erdélyi magyar sorsa ezer viszály közepette a semmibe hullott volna. Az anyaki gyermekét szándékosan eltüntette. Mi tagadás nemzetünknek első számú ellensége? Mennyi tudós, mennyi szentnek s nagy embernek az élete egyedül a jó anyáknak el nem múló dicsősége. Az élet él és élni akar, Isten gyújtja meg a lángot, ne olcsuk el bűnös kézzel, amit Isten reánk bízott. Nem leszünk mi heródesek, az életet szeretni kell, az a boldog földi ország, mely tele van gyermekekkel. Veszedelmet vak is látja, vészharang szól nemzetünknek, hogyha már a temetők is anyák méhétől kezdődnek. Könnyűség vagy gonoszság lehet bármi, de visszaüt e sokszoros súlyos bűntől egy nemzetnek élete függ. Vészharangot, ha nem hallod. Magyar népen vesz magadra, az elveszett paradicsom nem jön vissza többé sok. Ezer év szól máma hozzánk, tekintsünk fel a keresztre, mondjunk nemet a halálra, s tegyünk esküt az életre. Kezünket a szívre téve, Isten előtt megfogadjuk, lelkünkért és nemzetünkért az életet választottuk. Erdély minden templomába, ilyesküvel felvértezve, Erdélyország drága népe, bízva nézhetsz a jövőbe.